nem ezt ígérték. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön. És azért vagyunk ma itt ennyien, mert azt gondolom, mindannyian azt gondoljuk, nem ezt ígérték. Nem ezt ígérték április 3-án. Mondhatnám azt is, hogy nem mondtak igazat. Nem lesz megszorítás, az a baloldali kormányok szokása, mondta Orbán Viktor többször is a kampányban. Fenntartjuk a háztartási rezsicsökkentést, mondta német Szilárd alig több, mint egy hónappal ezelőtt. Figyeljük a dátumokat. Mert amikor ők ezt mondták, már pontosan tudták, hogy mire készülnek. Amikor ezt mondták, bár volt háború, volt energiaválság, voltak szankciók és volt infláció. A benzinársapkát novemberben vezették be. A háború február 25-én tört ki. Vagyis pontosan látszik, hogy a kormány tudta. És valahogy nekem olyan deja vu érzésem van. Egy évvel ezelőtt, ha emlékeznek rá, akkor a kormányzati propaganda pont azt súlykolta, hogy nem lesz Magyarországon negyedik hullám, és nem lesz harmadik oltás. Ugyanígy a nyár tájéken. Aztán eltelt néhány hónap, és lett. Azt kell mondanom, hogy ma a magyar kormány, ha azt mondja valamire erősen, hogy nem lesz, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy néhány hónap múlva be fog következni. Most is ezt látjuk. De mondtak mást is. Mondták azt is, hogy ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát. És ezzel azt gondolom, tökéletesen igazak mondtak. A Mi Hazánk Mozgalom is azt gondolja, hogy ez a háború, ez nem a mi háborunk. De most mégis a magyar emberek fogják megfizetni a háború árát. A kataváltoztatásaink keresztül, a vállalkozók számára, a benzinsapka megszüntetése nélkül a vállalkozók, és a rezsimegszorításokkal pedig a társadalom egyre szélesebb tömegei. És azt gondolom, hogy ez a fajta átlag húzás a rezsinél kifejezetten kapkodva, és kifejezetten szakmailag rosszul lett megállapítva. De a Mi Hazánk Mozgalom nem csak kritizál. Azt gondolom, hogy kritizálni kevés, megoldást is kell nyújtani. Most a költségvetés vitájában a parlamentben is, de már a tavalyi évben is elmondtuk, hogy azoknak kell megfizetni a háború árát és a gazdasági válság árát, akik ezt létrehozták. Mert egy mesterséges gazdasági válság tanúi vagyunk, immár évek óta. Elmondtuk, fizessenek a vakcinagyártók, fizessenek a tech cégek, és fizessenek a kaszinók is. A jelenlegi gazdasági helyzetben az Audi, a Mercedes és a kereskedelmi multik körülbelül akkora összeget visznek ki Magyarországról, amekkorát a kormány a rezsi alapba be akar tenni, közel 550 milliárd forintot. A szomszédos Ausztriában van példa arra, hogy a digitális adót bevezették a tech cégeknek. 5%. Mi javaslatot tettünk arra, hogy ez legyen Magyarországon szintén bevezetve, és legyen 15%. Ez egyébként pont annyi, mint amennyit egyébként a globális minimumadóra javasoltak. Ez 375 milliárd forintot jelentene a magyar költségvetésben. De ha csak az osztrák 5%-kal számolunk, akkor is 125 milliárdot. És néhány adat annak érdekében, hogy a globális tech cégek, mint a Facebook vagy a Google, milyen bevételekkel rendelkeznek. A Facebook esetében 2021-ben 118 milliárd dollár volt a teljes éves bevétele. 118 milliárd dollár. Ez 37%-os növekedés jelentett akkor, amikor egyébként válság volt a világon. Ez magyar forintban 44 ezer milliárd forint. A magyar költségvetésnek, a teljes magyar államnak a bevétele ebben az évben 25 ezer milliárd volt. Csak hogy érezzük, hogy a magyar állam dupláját. És erre mondjuk azt, hogy igen, ez a cég, ezek az és az ehhez hasonló cégek járuljanak hozzá a közteherviseléshez. És azt gondolom, mondhatnánk más cégeket is. Itt van a Volt, az ételfutár cég, amelyik szintén meg ötszörözte a bevételeit, és amelynek vezetője egyébként elmondta, hogy nekik az üzletpolitikájuk az, hogy migráns hátterű futárokat szeretnének minden nagyobb létszámban alkalmazni. Itt, nálunk, Magyarországon. Azt gondolom, és a Mi Hazánk Mozgalom azt gondolja, hogy egy magyar nemzeti kormány esetén bizony egy ilyen válságnál
A multiknak is ki kell venni a részüket a közteherviselésből, és először őket kell megszorítani. Azonban nem szeretnék igazságtalan lenni a kormánnyal. Van azért egy csoport, akit a kormány megsegített ebben a helyzetben. A képviselő államtitkárok fizetését 700 000 forinttal emelte meg, ez több mint 50%-os emelés. A miniszterekét 650 000-rel, ami 33%-os emelés. Ez az 50 fölötti és 33%-os emeléssel azt gondolom már a jövő évi inflációt is kifizette neki. Orbán Viktor néhány nappal ezelőtt a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy aki a rezsi átlag felett fogyaszt, hát az vagy fogyasszon kevesebbet, egyébként ezt hallhattuk Márki-Zay Pétertől is, nincsenek ők olyan távol egymástól, vagy keressen többet, azaz dolgozzon többet. Hát most már megnyugodhatunk, itt azt mondom mindannyian, az államtitkároknak és a minisztereknek sem kevesebbet nem kell fogyasztaniuk, hál' Istennek, és sem többet dolgozniuk. És azt gondolom, hogy ez az igazi arcúcsapása a nemzetnek. Amikor egy vezető elvárja, hogy a nemzet tagjai húzzák meg a nadrágszíjat, ők pedig nem. Az a valódi vezető, aki nem azt mondja, hogy előre, hanem az, aki azt mondja, hogy utána. És nyilván nem mehetünk el amellett, hogy mi hazánk mozgalom a háború kiterülésekor elmondta azt is, hogy maradjunk ki a fegyveres harcból, de maradjunk ki a gazdasági háborúból is, mert ez nem a mi háborunk. És ennek pontosan érdekes bizonyítéka az, amit az előttem szólók elmondtak, hogy Ukrajnának, Ukrajna termőföldjének egyharmadát alig egy év alatt három amerikai multi vásárolta fel, a 28%-át. Az az ukrán katona, aki ma amerikai fegyverrel felszerelve a fronton harcol, az nem ukrán földért harcol, az amerikaiak által megvásárolt multiknak a földjéért harcol. Mondhatnánk azt is, hogy Ukrajnát keletről az oroszok szállják meg fegyverrel, nyugatról meg az amerikaiak vásárolják föl. Lassan szipolyként fognak élni a hazájukban. És éppen ezért ez nem a mi háborunk. Ez a világ disznófejű nagyurainak a háborúja, és éppen ezért ebből Magyarországnak ki kell maradnia. És persze, sokan feltettek a kérdést, és egyébként nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk itt, hogy van-e annak értelme, hogy ma itt vagyunk. Én azt gondolom, hogy van. Sőt, ennek van igazán. Az elmúlt 12 év politikai pályafutásom azt mondatja velem, hogy akkor lehet eredményeket elérni, hogyha van valaki mögött erő. Hiába van egy közösségnek joga, hiába vannak ötletei, hiába vannak érdekei, hogyha azokat nem tudja érvényesíteni. Az érdekérvényesítés az pedig erő kell. Nem erőszak, de erő. Meg kell mutatni a hatalomnak, hogy eddig és ne tovább, van egy vörös vonal, amit nem léphetnek át. És ha már a beszédem elején egy párhuzamot vontam, akkor engedjenek meg egy újabb párhuzamot. A tavalyi évben a Mi Hazánk mozgalom kiállt azért, hogy ne legyen kötelező a Covid-oltás. Több tüntetést tartottunk, egyre nagyobb létszámmal, és a végén meglett az eredménye. Februárban a kormány meghátrált. Tehát ezért mondom azt, igen, láthatjuk, hogy ennek van eredménye. És ezért van az, hogy ma több városban tartunk tüntetést, és a héten az összes megyeszékhelyen a Mi Hazánk ott lesz, jelen lesz az utcán, mert küzdeni fogunk. Küzdeni fogunk az országért, a parlamentben, és itt, és azért, hogy Magyarország is maradjon ki a gazdasági háborúból is. Köszönöm, hogy meghallgattak.